Megyek képpa volt Ivis oktatómhoz, Vacskai Petihez egy kis elméleti és gyakorlati áttekintésre, így a vizsgát megelőzően. Alapvetően abszolút magabiztos vagyok, de mivel elég nagy rajtam a nyomás és a figyelem, ezért nagyon szeretném tényleg jól csinálni, úgyhogy nem szégyen a jobbaktól tanácsot kérni, illetve figyelni rájuk. Úgyhogy ma 2 órát fogunk foglalkozni főként anatómiával és a gyakorlatok kivitelezésével. Többnyire ilyenekkel szoktam, alma és répa, magas szénhidrát tartalmú gyümölcs és zöldség. Balzsamecetes, fűszeres, sütővel sült répa és krumpli, zsiradék hozzáadása nélkül. Hozzárostom csirkemell, zöldbab. Két napra vizsgáljuk. 2. Egy nap van a vizsgáig. Ugye múlt héten nekem kiesett a mandula gyulladás miatt egy jó pár nap. A tervet majdnem sikerült tartanom. Nagyon-nagyon sokat segített. Úgyhogy ma már csak ismétlés van. Végigveszem a 20 szóbeli tételt. 20 tétel van ABC résszel, szombeliből, és a gyakorlati tételek is szintén 20 darab van, több részre bontva. Biztos, ami biztos, én azért a hétvégére már lefoglaltam Balaton-Almádiba szállást, mert nagyon-nagyon jó időt mondanak, most is 30 fok van, bár igazából én eléggé fázom, meg ráz a hideg, ugye bennülök már hosszú-hosszú napok óta, nem mozogtam, le van lassulva a keringésem, le van a testhőmérsékletem, ilyesmi, úgyhogy már nagyon várom, hogy túl legyünk a holnapon. Ja. Ma van a vizsga. Rettenetesen izgulok. Na, most jöttem ki a szóbeliről, Szabi van együtt. Szabi volt mindig szentpéteri Szabi. Nagyon-nagyon-nagyon jó edző lesz, úgyhogy jól jegyezzétek meg a nevét. Kihúztunk két elég jó tételt, nagyon-nagyon sok mindent kérdeztük tőlünk, de úgy érezzük, jó lesz. Jó lesz? Menjetek Szabi az edzőni.
De közben hazaértem, átöltözök csinibe, mert megyek szóbelizni. Szabi volt a gyakorlati párom a vizsgán, úgy, ahogy szinte a gyakorlati oktatáson végig. Nagyon szeretem, nagyon jól felkészült, mindig rengeteget segített, és most is szerencsét hozott a társasága. Úgyhogy most gyorsan átöltözöm, és indulok tovább Újpestre. A szóbeli vizsgára mutatom, ami van nálam. Van nálam víz, meg répa, alma, és valahol van itt királydatója is. És ami nincs nálam, az a BKV bérlet, mert lejárt, és itt nem tudok menni. Úgyhogy remélem nem lesz ellenőr. Ha lesz, akkor meg így jártam. Meleg van, de ez a jó száraz meleg, úgyhogy abszolút elviselhető. Várom már nagyon, hogy túl legyünk az egészen, ugyanis ugye múlt héten ki voltam dőlve a mandulagyuladás miatt, aztán pedig 4-5 napig leragasztott fenékkel, csak a hideg és sötét lakásban tanultam, készültem. Igazából sokat készültem, és ezt komolyan vettem, már mindig minden vizsgát komolyan veszek. Egyetemen is így volt az, de ott kicsit azért más jellegű. Szóval ez a vizsga azért teljesen más jellegű, mint mondjuk a korábbi képzésemen, akár a főiskolai képzésen, ahol mondjuk alkotmányok vagy eljárásjogban húz az ember egy tételt, aztán úgy van vele, hogy... Tévedek. Szóval úgy van vele az ember, hogy kihúzza, és aztán el is felejti, meg teljesen felesleges észben tartani, mert utána később a szükséges tudást az úgyis megtalálom. Jogszabályokban felesleges azért bebiflázni egy jogszabályt, itt viszont olyan tudásra van szükség, amire az életben is a későbbi munkavégzés során, tehát a személyi edzéseknél is nagy szükség lesz. Tehát itt azért nem mindegy, hogy milyen szinten tanuljuk meg, mert itt nem elegendő átmenni, és nem is szabad, hogy ez legyen a minimum elvárás, hogy átvenni, mert itt később mi, akik végzünk fitness instruktorok és személyi edzők, főleg később, ugye a ti, vagyis a vendégek egészségével, illetve a fejlődésetekért leszünk felelősek, illetve azért, hogy tartósan megszeretessük veletek a rendszeres testmozgást, és ez olyan tudást kell birtokolnunk, ami egyrészt releváns, másrészt pedig sebb kínos szituációt tudok elképzelni, mint hogy egy leendő vendégem olyat kérdez, amire nem tudok válaszolni, illetve felmerül egy X probléma, amire nem tudom a megoldást, de ezt nem tudom elképzelni. És igen, én nem vagyok ezzel a Mázdi csillagképe alatt született ember, úgyhogy nekem mindig mindenért kétszer annyit kell tanulni, illetve dolgozni, mert nekem a szerencsefaktor az maximum ajándékként jár, azt vettem észre, akkor szoktam kicsit szerencsésebben húzni, hogyha amúgy alapvetően tisztességesen felkészülök. De én, hogyha bármikor úgy mentem oda egy vizsgára, hogy nem tudtam valamit, akkor tudja, hogy kihúztam, meg is buktam, de itt szerencsére ez nem állt fenn. Megcsináltam. Erről van nagyon szép tanúsítványom is, angol és magyar nyelven, a sírást most mellézném. Nagyon elfáradtam, mentálisan főleg. Fitness instruktor lettem, az azt jelenti, hogy dolgozhatok teremben, mint teremedző. A személyi edzéseket valójában az erre ráépülő személyi edzői bizonyítvány birtokában fogok tudni tartani nektek. Úgyhogy augusztus 3-án kezdődik a képzés, ugyanígy intenzív. Augusztustól szeptemberig minden áldott hétvégén reggeltől estig oktatás, illetve csütörtök délutánonként is. Ettől lesz intenzív az intenzív oktatás, úgyhogy nem tudom annak mikor lesz a vizsgája. A mostani gyakorlatot nézve szerintem ugyanígy olyan egy-másfél hónap múlva, tehát szerintem novemberre realizálódik a személyi edzői papírom. Viszont még egy lépéssel közelebb az álomhoz. Sosem voltam semmiben különösen tehetséges, de abban igen, hogy ha valamit kitalálok, akkor azt megcsinálom. Idére nagyon sok tervem van még,
Úgyhogy tényleg csak azt tudom mondani, hogy ha valamit kitaláltok, valamilyen célkitűzésetek van, akkor az után menni kell, mint egy őrült. Hajtani kell, csinálni, űzni, tanulni érte, dolgozni érte, minden nap egy kicsivel többet tenni, minden nap egy kicsivel közelebb kerülni a kitűzött célhoz. Soha ne felejtsétek el az álmaitokat, soha ne mondjatok le magatokról. Ha ti bíztok magatokban, akkor más is fog bízni bennetek, és az önbizalom jó dolog. Én most nagyon boldog vagyok, alig várom már, hogy veletek dolgozzak, és nagyon sok hasznos tartalmat oszthassak meg. Most már a szakma alapjai a kezemben vannak, a tudás a fejemben van. Bízom benne, hogy nagyon sokat fogok tudni nektek segíteni, hasznos tippeket, gyakorlatokat, módszereket átadni, motiválni benneteket továbbra is. Köszönöm, ha megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel, még nem tettétek. Köszönöm, hogy velem vagytok. Sziasztok! All around the globe, trying to protect your soul.